Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit szeretettel a Művészetek Házában, a Dubnicai Palotában, a Várgalériában. Derek Michael Besson, The End of Language, a Nyelv Vége című kiállításának a megnyitóján. A teljes történetet Pápai Emese művészettörténész, a Győri Rómer Flóris Művészet és Történeti Múzeum művészettörténésze fogja nekünk elmondani, akit szeretettel köszöntök. Derek Michael Besson öt és fél év után visszatért Veszprémbe, mint ahogy Emese is. Öt és fél évvel ezelőtt, 2008. február 15-én ugyanúgy ketten álltunk itt a mikrofon környékén, és a jelenlévők közül is jó néhányan jelen voltak azon a kiállításon, ami akkor a Csikász Galériában zajlott. És kiváló kanadai barátunk, Derek egyébként járt Veszprémben, tehát ismeri a várost, nagy szeretettel gondol mindig az itt töltött időre, meg az akkori kiállítására, és nagy örömmel üdvözölte azt, hogy ez a kiállítása is bemutatásra kerül Veszprémben a Művészetek Házában, és most pedig átadom a szót Pápai Emesének, megkérem, hogy nyissa el a kiállítást, és mondja azokat a izgalmas információkat, amit erről a kiállításról és a körülményekről is tud. Köszönöm a szót. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves jelenlevőt, Derek Michael Besson, kanadai grafikus művész, tanár, kurátor, vándor kiállításának legújabb állomásán. A Nyelv Vége című tárlatanyaga egy nagyobb kortárs kanadai grafikai válogatás része, ami gondos előkészítések után utazó kiállítás célzattal készült, és külön megtiszteltetés, hogy éppen számunkra magyarok számára. A teljes anyag először a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központban került bemutatásra idén nyáron. Egy kis őszi veszprémi kitérő után, aminek mostanában mi vagyunk, Debrecenbe tér vissza, hogy egy európai kiállítás sorozat keretében jövő februárban Szerbiában, majd reményeink szerint Ausztriában, Szlovákiában is megtekinthető legyen. Derek Michael Besson, mint alkotó művész, és mint nyugodtan mondhatjuk, világszerte ismert és elismert kurátor, egyik fontos feladatának tekinti a tengeren túli és európai kortárs művészet összekapcsolását. A nemzetközi kontextualizáció neve ismerősen cseng úgy Veszprémben, mint a tágabban értelmezett régióban, hiszen több alkalommal is szervezője és résztvevője volt a Győri Grafikai Biennálénak, illetve a nemzetközi művészteleknek, sőt 2008-ban már önálló tárlaton is látható alkotásait itt a Művészetek Házában, ami Hegyes Kandidászló igazgató ezt már említette. Az itt látható 37 alkotás szerencsés módon a nagyobb anyagtól függetlenül is működik, és ami még fontosabb, hogy úgy technikájában, mint mondani valójában hitelesen képviseli a tengeren túli kortárs grafika szellemiségét. A Nyelv Vége című sorozat a globalizálódó világunk új képigényére reagálva az arc és a tekintet narratív és kommunikatív sajátosságait vizsgálgatja. Felgyorsult világunk, aminket szakadatlanul bombázó információ áradat egy ponton túl érdeklődésünket beszűkíti, szelekcióra kényszerít. Ennek megfelelően Derek Michael Besson textilre nyomott, pontosabban ebben az esetben papírra nyomott, kompjúterrel alkotott fotóalapú képein elmosolott arcok és személyes sorsok tükröző mondatok jelennek meg. Minden embernek külön világa van, saját története, melyről az arc, a forma, a gesztusok árulkodnak. Ám a portrékat csak akkor látjuk tisztán, biztosan észrevették, ha messziről nézzük a képeket. Míg a megértéshez feltétlenül szükséges szövegeket csak akkor olvashatjuk, ha egészen közel megyünk hozzájuk. Itt jön a képbe ez a közel-távol viszony, aminek nagyon kiváló feldolgozását látjuk ezeken a munkákon. Minden más szempont egy kiadott történetet eredményez, a valódi kérdés, hogy melyik számunkra az igazi és érvényes verzió, illetve mi az a távolság, ahonnan egy személyiség valós énje megfogható még. A felvetés az identitás meghatározásának nyelvi, formai aspektusai túl a vizuális befogadás és megismerés korlátait feszegeti, és egyben az egyetemes kortárs művészet megsürgető problémáival szembesít. Teszik mindezt nyitottan, befogadó szemlélődő nézőpontból, és sürgető választ kényszeren élkül.
hiszen a személyesség, mint tudjuk, egyben szentség is, és ítélkezni semmiképpen nem emberi feladat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és az alkotó szeretetteljes üdvözletét közvetítve megnyitom a kiállítást. Kedves Emesel, köszönöm szépen a megnyitó szavaidat, és hadd tegyem hozzá azt, hogy azok a kiváló szakmai kapcsolatok és barátságok, azok ilyen kiállításokon tovább erősödnek, hiszen a Derek Beszanttal történt kapcsolatfelvételünk, az Győrben a Biennálén kezdődött, és nem jöhetett volna létre ez a kontakt, ez a kapcsolat pápai Emese és az akkori igazgató Emészáros Júlia közreműködése nélkül, és most is így történt. Azt, hogy ezt a kiállítást át tudjuk hozni Veszprémbe, Debrecenből, azt pápai Emesének köszönhetjük, aki közvetítette ezt az információt, de köszönjük a Debreceni Modern Művészeti és Kortárs Művészeti Központnak a segítségét, együttműködés segítségét Kulka Krisztián igazgatónak és Kövesi Eszter nemzetközi kapcsolati menedzsernek. Ez az anyag egy európai vándorkiállításon jár körbe, innen Veszprémből majd a Vajdaságba, Újvidékre kerül a kiállítási anyag, de úgy tudom, hogy Pozsonyt és Bécset is érinteni fogja. Köszönöm munkatársaimnak az együttműködést, ugye a Áfrány Gáborral voltunk a Veszprémi kiállítás kurátorai. Áfrinak ez különösen a szívéhez nőtt ez a kiállítás, hiszen a probléma, amit itt a művekkel látni lehet, az őt is erőteljesen foglalkoztatja. Ez a szükséges és elégséges feltétel, mikor kép még a kép, mennyi információ kell még ahhoz, hogy kép legyen. De ugye a munkatársaim technikai segítsége és kivitelezése nélkül nem jött volna létre szintén ez a kiállítás, amiben Horváth Zoltán és Tamás Gergely vett részt, és a marketing és sajtómunkát Német Orsolya és Vasprai Katinka végezte. Köszönöm a figyelmet, böngészszék a kiállítást, abban az segít, hogy ezeknek az angol szövegeknek megvan a magyar fordítása, itt az asztalon fölvehetik, van olyan vezető, ami le van fóliázva, az helyben marad, a többit el is vihetik emlékbe és otthoni olvasgatásra, és még mutatok valamit, hogyha valakinek itt van a mobiltelefonja, és fényképezőgép állapotba állítja a mobiltelefonját, segíteni fog abban, amit mi nem tudtunk megcsinálni, mert egész más a kiállító terünk léptéke, mint Debrecenben, hiszen ha távol megyünk a csak egy foltnak és szövegnek látszó képektől, akkor összeállnak az arcok. Mivel nincs minden teremben olyan távolság, ezt megtehetjük a telefonunk fényképezőgép funkciójával, és akkor segít a leképezésben, és ez egy újabb csavar ebben az egész digitalizációban és képalkotó dologban, amiben mi azt gondolom, hogy szeretnék a közönséget mindenképpen segíteni olyan módon is, hogy bemutatjuk ezeket a frissen születő munkákat, amelyik abszolút a korunk problémái, de nem csak művészetelméleti, hanem szociológiai és emberi problémáit is bemutatják. Köszönöm a figyelmet, tessék megnézni a kiállítást, és akkor folytatódik a vernisszázs szokás szerint beszélgetéssel és egy kis testi javakkal is.